sporttörvény módosításának az a célja, hogy mentesítse a sportági szakszövetségeket a fölösleges terhektől. Nyilván mindenkire kötelező pénzügyi elszámolási kötelezettségek vannak, ez alól senki sem kivétel, egyetlen egy sportági szakszövetség sem. Vannak állami források, amelyek rendelkezésre állnak a sport támogatásában, és vannak nem állami források is. Nyilván a mostani módosítás arra vonatkozott és vonatkozik, ami azt segíti elő, hogy az állami források továbbra is teljes mértékben áttekintetőek legyenek, és a nem állami források is. Azonban vannak olyan bevételei egy sportági szakszövetségnek, például tagdíjbevételek, amelyek személyiségi jogokat is sérthetnek, hogyha ezek olyan kezekbe kerülnek, amelyek nem célszerű felhasználásra kerülhetnek. Ezért ez a módosítás ezt a finom hangolását is elvégzi a sporttörvénynek. Úgyhogy erről szól a mostani törvénymódosítás. A magyar sportfinanszírozási rendszerre szerintem alkotó természetű, mindenképpen ösztönzés bátorítja a sportági szövetségek szereplőit arra, hogy minél többen sportolhassanak, és minél több sportlétesítmény legyen Magyarországnak.